50 000 négyzetméteres alapterület, 36 méteres magasság, mindez 4400 tonna acél és 45 000 köbméter monolit beton felhasználásával. Egyre látványosabb formát ölt az akár 20 022 fő befogadására alkalmas multifunkcionális sportcsarnok a Népligetben. A projekt megvalósítási határideje 2021. november 30, így most nagyjából 9 hónappal az átadás előtt látogattunk ki a helyszínre, hogy érdeklődjünk, hogy halad az építkezés. A tetőszerkezetnek azt kell mondjam, hogy a 95%-a az elkészült. Az épület bezárását látjuk pont a túloldalon. Fölöttünk épül, vagy készül már az épületnek a lemezelése, illetve épületen belül kartonos, gépész, elektromos alapszerelések, burkolások folynak már. Pályázathoz le kellett adni egy ütemtervet, egészen átgondolt és teletűzdelt kötbérterhes részhatáridőkkel, és emiatt aztán nem lehet csúszni, és azt kell mondjam, hogy ütemezetten haladunk. Tehát be fogjuk fejezni. Mielőtt visszatérnénk a már jelen fázisban is monumentális csarnok belsejébe, nézzük meg, milyen lesz a tervezett környezete, és milyen egyéb fejlesztések valósulnak meg vele együtt. Ugye alapvetően maga a létesítmény az ezen a területen helyezkedik el. Ehhez kapcsolódik ugye a Fék utcának a meghosszabbítása, illetve a Fék utca másik oldalán pedig meg fog jelenni egy ideiglenes 900 fős parkoló, ami addig működik, amíg a leendő tulajdonos azt nem értékesíti. A projektre az első közbeszerzési pályázaton 115 és 160 milliárd forint közötti árajánlatok érkeztek, mire a kormány arról határozott, hogy a beruházás teljes költsége maximum bruttó 101 milliárd forint lehet. A pályázók, így a nyertes Market ZRT is a második körben már jóval kedvezőbb árajánlatokat tettek, ami azért volt lehetséges, mert végül néhány eredetileg tervezett fejlesztést nem valósítanak meg. Első pályázat műszaki tartalma az lényegesen több volt, mint ami végül is megvalósul, és a csarnok mellett még hát sajnos a számokra már nem emlékszem, de úgy reméljük, hogy 250 fős parkolóháznak kellett volna megvalósulnia, illetve egy bemelegítő csarnoknak kellett volna elkészülnie, illetve a parkolónak is egy végleges kialakításúnak kellett volna, hogy meglegyen, illetve az eredeti elképzelés szerint még egy új metró följáró is lett volna ezen a területen. Tehát tulajdonképpen ezek az elemek elmaradtak, és innen adódik ez a költségcsökkenés. Koncentráljunk arra, hogy mi valósul majd meg a csarnok környékén. A beruházással együtt a területrendezés miatt kivágott fákat pótolják, helyükre több mint 400 darab növényt telepítenek, az épület mellett pedig akár egy új találkozási pont is kialakulhat a Népligeten belül. A zöld területek arányából, meg a bútorozás szempontjából én azt gondolom, hogy, de majd tényleg a rajzon látszik, hogy lehet egy közösségi tér, úgy van megtervezve, hogy későbbiekben lehessen akár megrendezni vásárokat is, tehát úgy van kialakítva a terület, zöld területek mentén padok lesznek majd elhelyezve, illetve elektromos és vízvételi lehetőségek vannak, tehát úgy készülünk, hogy egyrészt a csarnokhoz kapcsolódó rendezvényeket is lehessen bővíteni, és másrészt pedig egyedileg is meg lehessen rendezni, mondom, jellemzően vásárokat. sétáljunk vissza a lelátóra. Ahogy a riport elején már említettük, egy multifunkcionális csarnok épül a Népligetben, amelyben az első nagy esemény a 2022-es magyar-szlovák közös rendezésű kézilabda Európa-bajnokság lesz, de mellette más típusú rendezvényeknek, koncerteknek vagy akár jégkorongmérkőzéseknek is otthont adhat az épület. Tehát a küzdőtér az úgy van méretezve, hogy egy kézilabda pálya 20.022 fő befogadására alkalmasan elférjen, és úgy van kialakítva, hogy egy jégkorong meccs is élvezhető legyen. Tehát nem látszik most, ugye ideiglenes, vagy a mobil lelátóktól nem látszik, de úgy van az első sor kialakítva, hogy egy jégkorong meccs esetén sem kell csökkenteni a létszámot. A mobil lelátó az durván a harmada a székszámnak. Van 49 boxunk, VIP box, amit remélhetőleg értékesíteni és használni fognak. A kormány döntése értelmében a sportcsarnok átadást követően a Ferencvárosi Tornaklub tulajdonába kerül. Kerestük az egyesületet, hogy milyen terveik vannak a létesítménnyel, mely szakosztályok kaphatnak benne otthont és milyen üzemeltetési szaldóval számolnak, de a sajtóosztálytól azt a választ kaptuk, hogy idézem, a fejlesztés jelenlegi stádiumában korai lenne még a klubnak ilyen kérdésekben nyilatkoznia.